Üdvözlök mindenkit! Az előadás elején néhány szót mondanék a Kerékpáros Klubról. Rólunk leginkább az iBike Budapest régebben Critical Mass kapcsán hallhattatok, illetve az ország szerte egyébként még mindig Critical Mass-nek hívjuk a felvonulásokat. Találkozhatunk velünk a Bringás reggeliken és a Bringáz a munkába kampányt is mi szervezzük. A népszerűsítésen kívül rengeteg dologgal foglalkozunk, ezt a honlapunkon frissen felkerült beszámolóban meg tudjátok nézni. És talán a tavalyi évnek a legfontosabb eredménye az volt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával sikerült egy országos reprezentatív kutatást készíteni kerékpározási szokásokról. És elsőként megvizsgáltuk azt, hogy milyen közlekedési eszközt választanak az emberek a mindennapokban. 17% kerékpározik, és nagyon fontos, hogy a többség nem autóval közlekedik, pedig a közterületek elején inkább az autókat látjuk. A lakosság 70%-a rendszeresen kerékpározik, 38% hetente használja a bringáját, és naponta 17% közlekedik kerékpárral. A régiós bontásban ez eltér, a Dél-Alföld és Észak-Alföld nyerte ezt a versenyt. Közép-Magyarországon kerékpároznak a legkevesebben, itt egyébként a tömegközlekedők aránya a legmagasabb, és az észak-magyarországi térségben viszont többen autóznak. Budapestre az jellemző, hogy mindennapos szinten 6% használja közlekedésre a kerékpárt, és 51% szokott néha kerékpár ülni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a kerékpáros az egy kisebbség, az egyáltalán nem igaz, hiszen minden második ember a bringát választja időnként, és hogyha jobbak lennének a körülmények, az egészen máshogy is kinézhetne. A lakosság 84%-a fér hozzá működőképes kerékpárhoz, és ez, illetve az, hogy 70% kerékpározik rendszeresen, lehet az oka, vagy ez az oka annak, hogy nagyon magas a kerékpáros fejlesztések támogatottsága. Megkérdeztük, hogy mit gondolnak az emberek a kerékpáros közlekedésről, és nagyon fontosnak tartják, hogy az autós és gyalogos forgalomtól el legyen választva. Egyetértenek abban, hogy túl sok az autó, viszont egyáltalán nem tartják furcsának vagy stresszesnek a kerékpározást. De gyakori vála a kerékpárosokkal kapcsolatban, hogy nem ismerik a kreszt, ezért erre is rákérdeztünk, és kiderült, hogy azok közül, akik legalább hetente kerékpároznak, 69%-nak van jogosítványa, és jogosítványa rendelkezők között 73% szokott kerékpározni, tehát nincsenek autósok és kerékpározók, elég az átfedés köztük. Hogy mire használják az emberek a kerékpárt? Legtöbben bevásárlásra, sportra és munkába járásra. Egyébként megyei jogú városoknál 48% azt hiszem a munkába járásra aránya. Hogy egyéni szinten mi motiválja az embereket a kerékpározásra, azt így láthatjátok. Legmagasabb pontszámokat a testmozgás, egészség, környezetvédelem, az, hogy szabadságot, rugalmasságot ad a kerékpározás, olcsó, és közvetlenül el lehet jutni A-ból B-be, az alkoholfogyasztás nem igazán motiválja az embereket kerékpározásra. Elégedettségmérésnél inkább elégedetlenségről lehetne beszélni, mert a legmagasabb pontszám az 3,5 lett, a kerékpártárolási lehetőségek kapták ezt, és az emberek általában elégedetlenek a létesítmények szélességével, burkolatok minőségével. Azt is megnéztük, hogy milyen létesítményeket szeretnek használni az emberek. Látszik, hogy a felsősorban leginkább autóktól elválasztott létesítmények vannak. Az egyirányú kerékpárút vezet, tehát az irányhelyes. És fontos elmondani, hogy az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárútat a járdánál is kevesebben szeretik. Azt is megkérdeztük, hogy milyen változást látnak az emberek. Az infrastruktúrában alapvetően pozitívnak értékelik a változást, viszont az autóvezetők hozzáállásában és oldaltávolságban nem nagyon látnak javulást. Tehát ez a dia a legfontosabb. A lakosság széles körülön támogatja a kerékpáros fejlesztéseket, még akkor is, hogyha ez egy másik ágazatnak a kárára történik.
és nagyon, tehát azok között, akik nem minden nap kerékpároznak, nagyon nagy nyitottság, és igazából ezzel a réteggel kellene foglalkozni, ezzel a 35%-kal, hogy neki mire lenne szükségük. És azt látjuk, hogy a legfontosabb az infrastruktúra, tehát saját felületekre lenne szükség, szükséges lenne a kerékpározók és autóvezetők közötti együttműködést javítani, illetve a közlekedési módváltást, tehát még a vonat és a bicikli összekapcsolását is lehet erősíteni. Aztán nem csak a véleményt lehet mérni, a BKK-nak Budapesten több kerékpáros forgalomszámlálója van, ahol trendeket figyelve azt is láthatjuk, hogy az északi metrópótlás hatására Észak-Pesten megnövekedett például a kerékpározás, ez pedig a Bringázza munkába kampány során felhasználók a Bike Citizens applikációban rögzítették az utazásaikat, amiből nagyon sokféle térképet lehet készíteni egy elemzőeszköz segítségével. Ez egy hőtérkép, de azt is látjuk, hogy használják az emberek ellenirányban azokat az utcákat is, amikkel nem lenne szabad. Ez például egy az útvonalak vonzóságát bemutató térkép. Azt mutatja, hogy a Budafoki út bár közvetlen lenne, kevesebben használják, mint amennyire ezt hálózatilag megérdemelni, mert nem vonzó egyszerűen a környezet. És végre való utalásra zárnám az előadásomat. Tavaly nyáron, amikor nagy lezárások voltak a Véd Magyarország Facebook oldalán, posztolta, hogy hát akkor inkább bicikli. Úgyhogy ha ők is így látják, akkor reméljük a döntéshozók is észlelik az igényeket. Köszönöm szépen! Sziasztok, ez is két nagyon fontos gondolat, az egyik, hogy az önvezető autó, vessük le végre a mitoszt, az egy kibaszott taxi. Ezt remélem, hogy mindenki megérzi egy életre. A másik, hogyha te részt komolyan veszed, akkor tulajdonképpen a te autódat a mesterséges intelligencia vezeti, te csak egy interfész vagy a gázpedál és a wifi-fonod között. Ez egy másik fontos gondolat. A harmadik, hogy az Uber az már önvezető, csak mi van benne egy komponens, ami nem áramban fut, hanem pizzával. Viszont a fontos kérdésem, hogy a Waze mennyire fogja fel a saját urbanisztikai felelősséget? Tehát mennyire fogja fel azt, hogy amit itt most történt ezzel a Waze-zel, ez az 1 millió felhasználóval, az nagyon befolyásolja azt, hogy Budapest hogy fog kinézni az elkövetkező 5-10 évben? Teljes mértékben felfogja ezt a felelősséget. 2013-ban indult a Waze-nek, 2013-14 tájékán indult a Waze-nek a Connected Citizens programja, amiben gyakorlatilag a nagyvárosoknak a forgalom szervezőivel közvetlen kapcsolatba kerültek. Ez egy ingyenes adatcserét jelent, és gyakorlatilag egyébként 2014. november 2-a óta a Budapest BKK is részpartner, és hozzáfér minden adathoz, ami forgalmi adathoz, ami pont erről szól. Tehát az, hogy hogyan alakulnak ki, milyen hőtérképeket lehet csinálni, tehát rengeteg adat van ebben a rendszerben, ami megmutatja azt, hogy hol vannak a kritikus pontok a forgalomban, ami, és ezeket az adatok ugye szabadon felhasználhatók egy későbbi akármilyen város tervezési folyamatban, amit egyébként ezt meg is teszik, tehát a világ több tájéken már ennek alapján, a vízadatok alapján is készítették. Például a legutóbbi ilyen nagyobb esemény az a olimpia volt. Tehát ott Rióban például már eleve az úthálózat fejlesztését, új autópálya építését egyértelműen csak és kizárólag a vízadatok alapján csinálták. Ezt talán még annyit hozzátennék, hogy azért ez rávilágít olyan forgalomszervezési hiányosságokra is, hogy mennyire kezeljük tényleg a helyi lakók érdekében a lakópihenővezeteket, mennyire használjuk a 30-as zónákat, hogy itt kizárjuk-e az átmenő forgalmat. Mert ugye most a Waze megtalálja ezeket a réseket, ahol át lehet jutni ezeken a területeken, de ezt ki lehetne küszöbölni okos forgalomszervezéssel. Így van, és ez ugye pont, és csak és kizárólag önkormányzati felelősség, meg forgalomszervezési felelősség. Tehát a Waze nem tervez át semmiféle lakópihenővezeten, nem tervez át semmilyen olyan, nem vezet be olyan utcába, ahova nem mehet be autó. Tehát eleve úgy van az egész rendszer felépítve. Tehát egészen addig, ameddig nincsen valamilyen módon korlátozva a behajtás egy privát övezetbe, egészen addig
a víz azon át is fog vezetni. Tehát itt ellen is mutatja a probléma felvetésekkel is megmutatja, hogy hol kellene beavatkozni ezekbe a folyamatokban. Köszi. Így, hogy ketten vagytok a színpadon, adja magát a kérdés, hogy mikor lesz biciklis víz? Hát ez jó kérdés. Egyébként a BKK futárnak van bringás tervezője is, meg az OpenStreetMap alapon működik, amelletek eljöttek. Nyilván ez nem egy valós idejű, de talán minket annyira nem érintenek a dugók. Ezt csak gondolják a kerékpárosok, aki már valaha járt Hollandiában, akkor ott láthatta, amikor a Hollandiában körülbelül egy ekkora lámpánál megáll 300 kerékpáros és megpróbál átmenni egy zöldön, nem sikerült. Tehát vannak kerékpáros dugók már ott, ahol rendesen használják a kerékpárt és sokan. A víz részére annyit tudok erre válaszolni, hogy nem, nincsen ilyen terv. A víz az az autósoké, nem a teherautósoké, nem a tömegközlekedésé. Sziasztok! Hogyha autókról van szó, akkor hogyan tudtok beszállni abba, hogy mondjuk az autógyártó cégeknél ezeket az adatokat felhasználva tényleg a jövő autóit lehessen tervezni, és társai a technológiai fejlesztésekben milyen szerepet tudtok vállalni? Jelen pillanatban a Waze másfél éve az SDL, a Smart Data Link konzorciumnak a része, de azért elég nagy autógyártók vannak, a Subaru, Mazda és egyebek, nagyon sok autógyártó használja már ezt a közös platformot, ami ugye arról szól, hogy az autónak a szenzor adataihoz is úgymond standardizált módon hozzá lehet férni az autó interfészen keresztül. Tehát mindenképpen ebbe az irányba halad most a tudomány, hogy minél részletesebben, minél alaposabban feltérképezve ezeket az adatokat. Egyszerű példa, hogyha valahol megcsúszik az autónak a kereke, közben jár az ablaktörlő, akkor valószínűleg ott valami eső vagy valami veszély van, amit esetleg már automatikusan tud jelezni a mögötte érkező autóknak. Tehát ilyen, mindenféle ilyen rendszerek már folyamatban vannak a kutatások és a fejlesztések, de akkora ez a mező még, amin még tényleg nem tud még a víz sem tájékozódni, tehát a lehetőségnek végtelen tárháza van, sok irányban kísérleteznek ezzel. Nekem is lenne egy kérdésem. Elhangzott itt többször az adatok, az autók, és az, hogy a víznek is vannak adatai, és a kerékpáros klubnak is vannak adatai. Ezek mennyire hozzáférhetőek? Hát a kutatás az fönn van a honlapunkon, tehát ezt meg tudjátok ott nézni elég részletesen. A Bicitizens elemzőjéhez nekünk egy két hónapos hozzáférésünk van, de győzködjük a BKK-t, hogy ezeket az adatokat építsék be, ha tudják, az egységes forgalmi modellbe. Hát illetve a számlálók pedig teljesen hozzáférhetőek az interneten. Aha, itt, bocsánat, csak hogy tisztázzuk, azokra az adatokra gondolok, amiket a Bicitizen gyűjtött, tehát hogy azok mennyire hozzáférhetőek. Tehát, nem a BKK-n keresztül szeretném megkapni. Tehát, hogy nyersen az adatokat nem kaptuk meg. És lehet? Hát a pénzért lehet, szóval nekünk is csak két hónapra adták oda. Úgyhogy... Vézzel kapcsolatban ez egy fokkal egyszerűbb, hála jó Istennek. 2015 óta a Véznek a magyarországi összes forgalmi adata az gyűjtve van mindenhol. Ez egy külön szerveren, és amikor egy város vagy egy bármelyik közlekedés szervező, legutóbb például Sziget-Szentmiklós és Gödöllő, tehát ők például amikor csatlakoznak ehhez a Connected Citizens programhoz, ami még egyszer egy ingyenes adatcsere program, hozzáférnek a korábbi éveknek a terméséhez is. Tehát onnantól kezdve nem feltétlenül csak a saját fejlesztéseikre és az attól pillanattól kezdve gyűlő adatokra vannak utalva, hanem a korábbi adatokhoz is egy részéhez hozzáférnek, és már elég jó információkat ki tudnak belőle bányászni maguknak, attól függően, annyira van szükségük. És én, mint én? Tehát, hogy nem mint egy, én, mint egy falu, tehát, hogy... Ezek természetesen, ezek az adatok, ezek ugye jogilag védettek, ez csak partneri kapcsolatban érhetőek el. Hát meg az adat az olaj, akkor az pénz. A víznél nem, hál' Istennek, legalábbis eddig még senkinek nem pénzé vettek ezeket az adatokat. Utolsó kérdés.
Szó volt róla, hogy a Waze az egy közösségi applikáció, tehát amikor haladok, akkor utcáról utcára jelzem, hogy itt egy kártyú, itt egy rendőr. Ez ugye arra sarkal engem, hogy a kezembe tartsam a telefonomat, és nyomkodjam vezetés közben. Mit gondoltak erről, hogy ez mennyire veszélyes, hogy milyen hatásai vannak ennek? Ez rendkívül veszélyes, és ugye jogszabályilag tiltott. Magyarországon legalábbis. Abban az esetben, amikor vezetsz. Tehát, hogyha melletted ül valaki, aki vezet, akkor te ezt nyugodtan csinálod egyértelműen. Ha a telefon egy tartóban van, akkor hozzá lehet nyúlni a telefonhoz szintén, de senki nem biztatnék arra, hogy menet közben ezzel próbálkozzon, nem is kell. A Waze ezt úgy oldja meg, sajnos itt most éppen nem a Waze a ludas, hanem a Google, ugyanis a magyar TTS és ASR az még mindig nem ért el arra a szintre, hogy ezt a Waze az implementálhassa a magyar nyelvű TTS-ét az alkalmazásba, de Egyesült Államokban például, vagy Németországban, német nyelven lehet azt mondani, hogy jelents balesetet. És akkor jelent egy balesetet ott, ahol éppen abban a pillanatban voltam. És ezek a dolgok, vagy nem menjünk haza, és akkor megyünk haza. A legutóbbi iOS frissítéssel megjelent a Siri integráció, nyilván Siri sem beszél nagyon magyarul, tehát ez meg az Apple-nek a sara, de ott is lehet, beülök az autóba, és azt mondom, hogy induljunk haza, vagy let's go home, és akkor fogja magát, és elindul a Waze, és navigál, és beállítja, hogy induljunk haza. Egyébként a Waze a kezdetektől fogva, ugye van egy figyelmeztetés, hogy utas vagyok, vagy ez mindenkit irritál, természetesen mindenki megnyomja, hogy utas és kész. De ettől függetlenül, tehát ugye ez egy megpróbáljuk valamennyire visszatartó tényező lenne, hogy ne csináld. Ugye a másik dolog az pedig az, hogy ami még szintén egy ilyen szerencsés vagy jó megoldás, hogy ha megnyomom a jelentés gombot jobb oldalon, azt a sárga bumszlit, abban a szent pillanatban elmenti azt, hogy hol vagyok. Tehát nem kell más csinálnom, csak annyit, amikor ott van egy baleset, hogy rányomok arra a sárga gombra. És amikor elértem a következő lámpához, vagy bármi történt, és megállok, akkor ki lehet egészíteni, hogy ez most rendőr volt, vagy baleset volt, vagy kátyú volt, vagy mi a fene volt, vagy döglött állat. Úgyhogy ezek azok az elővigyázatossági intézkedések, amelyeket a Waze használ, hogy lehetőleg ne nyomkodjuk úgy közben a telefonot. Köszönjük szépen!